Sziasztok! Lazacot fogunk készíteni, sűrzöldséggel és kuszkusszal. Már mindent előkészítettem, lényegében már a serpenyőt is kiolajoztam, a vizet is ide raktam a kuszkuszhoz. Meg is mutatom, ezzel olajoztam ki a tepsit, nagyon kevés olajat használtam, lényegében csak egy ilyen kis csepp-csepp. Ennyit. Az a kuszkusz a 100 g-nyi, ehhez egy olyan másfél deci víz szükséges. Elkezdjük forralni az olajakat is, és mehet is. Megvárom, míg az olaj teljesen felforrósodik, és a vizet fel kell forralni hozzá. Nem kell főzni a kuszkuszt, de amikor felforrt a víz, akkor beleborítjuk, lefedjük, és 10 percig állni hagyjuk. A kuszkuszba amúgy 100 g-ban egy olyan 10 g fehérje, 70 g szénhidrát van, és teljes kiölésű búzából készül a kuszkusz. Ez egy 350 g-nyi lazac. Már előre belsóztam, beborsoztam. Egy olyan 3-3 percig kell sütni mindkét oldalát, és még utoljára a bőrös oldalát, még egy utolsó 3 percig. Tehát körülbelül egy 10 perc alatt kész is van. A zöldségünk is kész van annyi idő alatt. A zöldség, amit vettem véletlenül olyan szándékosan, de ez előre be van fűszerezve, úgyhogy erre már nem kell raknom semmit. Nem rakok alá vizet, semmit, mert direkt le szeretném kicsit pirítani a zöldséget. Ez el fog kezdeni, nem sokára fröcsögni, de nagyon. Úgyhogy már be is készítettem a fedőt, már le is fedem, biztos, hogy biztos. Közben el fogok árulni egy kulisszatitkot, amelyet a Béla meg fog ölni, de mivel kapcsolódik a témához, ezt nem hagyhatom ki. Egyszer a Béla is csinált egy ilyen főzős műsort, mert megkérték a helyi TV adó, hogy főzzem már egyet, mert volt egy ilyen Sztárokkal főzünk minden este című adás, és Béla kitanulta, megkérdezte, hogy mit, bekészült csirkét, aztán barackkal töltött csirkét akart csinálni rizssel, kipróbálta előtte Csuha Janikáiknál, hogy kell, megmutatták neki minden, közben felfőtt a víz, ezt ki is kapcsolom, és elment a műsorba, hogy most ő megcsinálja, el is kezdte, és annyira elrontotta az egészet, hogy rendelni kellett még a kaját, és azt várták, hogy kivágták, összevágták, megvárták, még megrendeli a kaját Béla a műsorba, és végül azt vágták be, hogy hopsz, elő van elzsolta a tányéron a rendelt kaját, és végül azt adták le adásba. Ennyit a Béla főző tudományáról, úgyhogy ebből vonom kiderült, hogy nagy rész itthon én szoktam főzni. Jobb is, ha nem hagyjuk ezt Bélára, ezt a történetet, mert akkor nem hiszem, hogy ennénk. Kész is, egy kicsi sót adunk rá, nem sokat, mert a halon úgy is van, a zöldségen is van. Éltek valamennyit, és lefelem. Igen, ezt mondtam. Ez még pirulhat. Ezt is megfedjük. Hát a gyorsabban készen leszünk. Elő is készítem már a tálaláshoz szükséges eszközöket, a tányér. Ez egy igen gyors vacsora, én nagyon kedvelem, mert 10-15 perc alatt készen vagyunk vele, és a lazac azon kívül nagyon egészséges, fel van amara három zsírsavakkal, ami nekünk testépítőknek, meg amúgy is nagyon jó. Fordítom. Egyébként, ami még illik a lazac mellé, egyébként mindenféle zöldség, a spárga, vagy egy sima ilyen kis vegyes saláta, paradicsommal, egy kis citromöntettel, de én most a sűrzöldséget választottam. Van, aki még úgy szeret, hogy kicsit nyers a belseje, van, aki teljesen átsülve, ízés kérdése. Ha már úgy szeretjük, hogy kicsit még nyers a belseje, akkor akár egy percet is vehetnénk, de most még ezt hagyjuk. Még kell neki legalább egy 3-4 perc. Közben
készlet. Most kellett neki 10 perc. Kb. 5 perc alatt, bár még szívhatja magában, van egy kis víz alatt, azt várjuk, hogy beszívja. Hallgatunk, az teljesen jó lett. Ki is kapcsolom. Egy kis citromon megacsoljuk. Ezek közül a brokkoli, ami a legkésőbb kész lesz, úgyhogy azt kóstoljuk meg. Teljesen jó. Ez is kész van. Készen van a lazacunk, kuszkusszal és sült zöldségekkel. Jó, itt vagyok, kívánok hozzá!